Köszöntöm a kedves nézőt! Mai vendégem Viktor Máté, Erkel Ferenc díjas zenész, zeneszerző, színész, és még nagyon sok minden. Szia, Matyi! Szervusz! Életemben nem hívtalak Máténak, ezt most se fogom meg. Már senki nem hív Máténak. Senki nem hív Máténak? Mert csak a papírjaimban van. Mindenkinek Matyi. Matyi. Te vagy a Viktor de Matyi. Apró gyerekkorom óta családban már Matyi voltam, és aztán ez viszi az életedet. Minden kapcsolatomban azonnal Matyi elfogadottá vált, hogy én Matyi vagyok. De ez a Máté az egy nagyon, nagyon, nem tudom, hogy mit mondja, udvarias, vagy olyan fenkölt, vagy valamilyen olyan fura. Jó, hát egyébként ez azonos névből ered, csak a görögös és a latinos változat. Tehát a Matthias és a Mateusz nálunk különváló névvé. Fejlődött formája. A 70-es évektől vagy aktív, és ez nem ma volt. Sőt, hát én már a 60-as években aktív vokálénekes voltam. A táncdal fesztiválokon subidubiztam a háttér. Nem mondod. Harmónia vokálban, ne viccelj. Tényleg volt ilyen, hogy harmónia vokál. Az egy nagyon-nagyon jó kis vokál volt. Én emlékszem, a harmónia vokálnak óriási szerepe volt a magyar rádióban is egyébként. Hát minden idején. Felvételen mi vokáloztunk, volt olyan évtizedek talán, hogy, és hát a fesztiválokon is. Jó néhány iskolát végeztél, de mindig a zeneihez kapcsolódott, a zeneművészeti főiskola és a zenei általános, és minden abszolút zenei volt. Te első pillanattól kezdve zenésznek készültél, igen, szüleidnek a támogatásával, vagy pedig ők mást akartak volna, csak te akartál zenészni. Nem akartak, ők semmit hagytak. Hát egyébként is, szóval tényleg én már 3-4 éves koromban én már a villanygyűkkel játszottam. Szóval nekem az játszadozás volt, tényleg, mint egy gyerek, aki játszik, és én nekem ez játék volt. És tényleg már 5 éves koromban már voltak kis kompozícióim, amit a bátyám jegyzett le, mert én még ott át nem írtam, olvastam, csak ugye a billentyűkön kitaláltam néhány taktust, és akkor azt büszkén mutattam, hogy az az én művem. 5 éves koromban elkezdtem szolfézs előképzőre járni, aztán végigjártam majdnem 20 évig mindenféle zeneiskolákat. És ezek nagyon fontos dolgok, én azt hiszem, nem csak a szolfés miatt. Hát egy zenész akkor zenész, hogyha valóban képzett. Én nem tudom, hogy ma ez hogy működik. Ma is vannak képzett zenészek, nem a múltat leszámítva, hanem a jelen korosztályban, vagy pedig csak egyszerűen lovagolják a divatot, lovagolják a slágergyártást, és mindenféle technikai eszköz igénybe véve gyártanak valamit. Hát jogos a kérdés, mert a komoly zenében persze kikerülhetetlen. Az egy más kérdés. Az persze, a szintű persze. Képzés, ez kikerülhetetlen, nem lehet másképp. A könnyű zenében viszont hát a technológia és a digitalizáció elterjedésével teljesen zenei dolgokat ki lehet találni, anélkül, hogy az embernek fogalma lenne, bármiféle zenei fogalma lenne. Egyszerűen a számítógéppel össze tud rakni már olyan patronokat, sablonokat, sorbarak kombinál, amik úgy szólnak, mintha ezt egy muzsikus csinálta volna. Úgyhogy itt nagyon döntő ezekben a technikailag előállított zenékben, hogy milyen kreatív fantáziája van az illetőnek, vagy csak egyszerűen kihasználja az adott sablonokat, amik már a gépben benne vannak. Igen, és ha azt használja ki, akkor is készül valami. Úgy szól, persze, gyönyörű hangzások is. De az ötletek, az emberi gondolkodás, az nagyon fontos dolog. Hát az eredetiség. Hogy a hangszerelésről beszélünk. Hát ott aztán pláne. Igen, szóval eredetinek lenni, egyedinek lenni, az már tényleg személyes kreativitás gyümölcse. Én nem tudom, hogy sokan vagy kevesen, de inkább úgy tudom, hogy kevesen fordultak meg Varsóban, ahol avantgárd zenét és elektronikus zenét tanultál. Hogy kerültél Varsóba, és milyen meggondolásból? Hát én 68-ban elvégeztem itt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolát, zeneszerzés szakon, és a 60-as években Varsó ebben az úgynevezett kortárs zenében, abban a csúnya zenében, az egyik központnak számított világon, az egész világon. Minden évben ilyen kortárs zenei fesztiválok voltak, a Varsói Ősz, most is van, de most már nincs olyan súlya.
És ha úgy körülnéztem Európában a 4-5 legnagyobb zeneszerző, legjelentősebb, leghatásosabb zeneszerző között minimum 3 lengyel volt. A Lutoszlavszky, a Penderecki, a Gurecki, a Szerocki, a Tadeusz Berde. Ezek mind nemzetközi rangú első osztályú komponisták voltak. Szóval ott nagyon pezsgett ez a kortárs zenei élet, úgyhogy gondoltam, hogy akkor ezzel még ki tudom egészíteni. Hát gondoltam, hát így ábrándoztam róla. És akkor beadtam egy kérvényt, és simán minden különösebb utánajárás protekció nélkül, tulajdonképpen én csak elküldtem, nem is tudtam, hol van a minisztérium, egyszer csak telefonáltak, hogy van a nyelvvizsgám. Ebből sejtettem, hogy akkor megkaptam az ösztöndíjat. És volt? Volt? Nem volt. Nem volt? Nem volt, de akkor gyorsan levizsgáztam lengyelből, mert én előtte évekig csak úgy teljesen hobbiszerűen tanultam lengyelből. Lengyelt? Miért lengyelt? Pont lengyelt? Nem németet, nem franciát, hát, és angolt? Hát mert éppen mikor második gimnazista voltam, az András úton sétáltam, és szembe jött egy kollega, aki a konzervatóriumban évfolyamtársam volt, egy zongorista lány, aki lengyel származású volt, Ribinszky Panni, úgy hívták. És a hova mész, megyek ide a lengyel olvasóterembe. Hát mondom, elkísérlek, ráérek, szép szeptemberi napon. Uh-huh. Aztán miért mész oda? Közben ez kiderült, hogy ő beiratkozik lengyel nyelvtanfolyamra. Hát aztán elkísértem, ott voltam, mennyibe kerül, mert ingyen van. Hmm. Hát akkor én is beiratkozom. És ez a kerül, amibe kerül. Jó, hát Csóró diák voltam, azért nem volt. Ugyan, akkor még iszonyatos szegénység volt Magyarországon, ez 63-64-ben volt. Igen. Én aztán jártam 2 évig szorgalmasan, és volt is érzékem, nagyon jó tanár volt. A Panni 3 hét múlva abba hagyta, szóval ő neki a lengyel származás eddig terjedt. De én akkor tanultam, és amikor beadtam ezt a kérelmemet az ösztöndíjra, akkor még ráálltam, visszamentem, akkor már lengyel kultúra volt, akkor épült föl, és akkor visszamentem, és akkor intenzíven még ráálltam a tanulásra. Úgyhogy letettem a nyelvvizsgát. Hát szerencsém is volt, mert persze bementem vizsgázni, és ki volt a vizsgabizottság elnöke? Hát az én lengyel tanárom az intézetből. Úgyhogy átengedett. A lengyelő nem beszéltek túl sokan Magyarországon. Nem, nem. Nehéz nyelv a lengyel? Hát, nem nehezebb, mint bármelyik szláv nyelv, szóval hát vannak olyan speciális hangok, hangzók a lengyelben, ami más nyelvben nincsen, és akkor az okozhat nehézséget a kiejtésben. Hát meg lehet tanulni, hát ők is megtanulták, én is nagyjából megtanultam. Még kint Varsóban, mikor kint voltam, akkor is még oda direkt jártam az a bölcsészkarra, ilyen speciális tanfolyamra. Szóval én nagyon intenzíven ellengyelesedtem erre az időre. És emlékeid a lengyel nyelvből napjainkban még vannak, vagy pedig törlődött, mint az emberi életében annyi minden törlődik akkor, hogyha abba hagyja és más kezd csinálni? Hát úgy törlődött, hogy kell 2-3 napszám. Volt 30 év, amikor nem is jártam Lengyelországba. Úgyhogy amikor visszamentem, akkor marha nehéz volt, de 2-3 nap múlva visszajönnek. Aha, mert rá vagy kényszerítve, mert se nincsen. Hát meg egyáltalán a gyakorlás, hogy ezt most föl kell frissítenem, és visszajönnek azok a reflexek, nyelvi reflexek, amik úgy 30 év alatt elfelejtődnek. Meg hát azért olvastam folyamatosan lengyel irodalmat. Én amikor kint voltam, televásároltam magamat mindenféle könyvekkel, és 30 év is kevés volt, hogy elolvassam, amilyen tempóban én olvasok. Annyi minden van, amit csinálsz. Igen, mindig valami más csinálok. De azért ez nagyjából kiolvastam a lengyel nyelvű könyvtáramat, amit akkor gyűjtöttem. És a zenei tanulmányok, amiért kimentél, azok hogyan haladtak? Mit kellett megtanulnod? Mi volt, ami ismeretlen volt a számodra? Hát az volt a nagy különbség a Budapesti Zeneakadémia és a Varsói Zeneakadémia között, hogy a budapesti az egy ilyen klasszikus alapokat oktató intézmény volt, szóval mi megtanultuk mindazt, amit az előző évszázadok mesterei használtak a műveikben, azokat a zenei fogásokat, és azokat elemeztük, és aztán utánoztuk, rekonstruáltuk. Varsóban ezzel ilyesmiben nem nagyon foglalkoztak. Ott azonnal mindenki önmegvalósítás útjára lépett, és
És hát nem is tudták, szóval aztán kiderült, mikor az egyik varsai kollégám valami filmzene megrendelést kapott, és kellett írni ilyen 19. század végén ilyen századfordulós keringőt a filmhez. Hát fogalma nem volt, hogy lehet ilyen keringőt megírni. Ilyen avantgard dolgokban nagyon fantáziadúsan működött, de Straussban már nem volt annyira. De Strauss világban nem. És akkor én négerként írtam neki egy ilyen keringőt a filmzenéhez. Szóval ők ezt a klasszikus mesterségbeli alapot, ezt nem tanulják. Nem tanulták meg. De ebből a szempontból érdekes volt, hogy ott viszont mindenféle különlegességekkel találkoztam. Szóval ezeknek aztán voltak ötleteik, hajmeresztőek egyik másik, de... Úgyhogy én a klasszikus alapokat itt megszereztem, és utána jött a legfrissebb, legmodernebb, legvadabb kortárs zene, úgyhogy én, és ráadásul a Varsói Zeneakadémiának már saját elektronikus zenei stúdiója volt. Uh-huh. Hát elég kezdetleges, meg hát ez még azért... A szintetizátorok voltak? De hát akkor még nem találtak fel nem a szintetizátorok. Oszcillátoros hangkeltő berendezések voltak, az oszcillátort kellett hangolgatni, meg hangformát neki megadni. Igen, az volt az elődje mindennek. Igen, szóval ez még nem a digitális világ volt, ez még analóg világ volt. Úgyhogy a szallagra dolgoztunk, és akkor ollóval vágtuk, ragasztgattuk a szallagot, a részleteket, mert nem volt számítógép. Hát persze, nem a rádióban, amikor csináltam bármit, szallag és ragasztó. Igen, na nem most ez zenében azért kicsit macerásabb is, mint egy szöveget megvágni, a két szó között elválasztani. Elhangzott az a szó, hogy négerként írtam. Hát ezt nem úgy kell érteni, hogy befestettem magát, hogy feketére. Ez azt jelenti, hogyha nem adja a nevét valamihez, csak segít valakinek és megír valamit. Helyette megír. Helyette megír, na ezt hívják néger szakmunkának, hogyha úgy tetszik. Igen. A fizetés persze ugyanúgy jár. Hát ahogy megállapodok ahogy vele. Ahogy megállapodtál annak a szerzőnek. Jó, a, de hát baráti alapon. Barát alapon. Jegyeztünk. Aztán Magyarország 71 és non-stop. Igen. Az egy nagyon fontos együtt. Most végig menjünk az életemet? Nem megyünk teljesen végig az életeden, de ez egy nagyon fontos rész az életednek. Igen. A lélegző furcsa hajdalon, hát miről beszélsz? Igen. A legnagyobb slágerek egyike a mai napig. No, kik a múzeumban is játsszák. Hát van most a Zeneházában lent a pincében, van úgy, egy nagy, van. Nagy kiállítás, így és van. Ott szól az mindig. Nagyon jó kiállítás. Ilyen korabeli zenék szólnak, és... Elvittem az unokámat, hogy nézze meg a nagyapót a falon, és aztán mondom, na, és megszólalt a lélegző hajnalon. Kik játszottak a non-stopban? Emlékszel még az alapösszeállítására az együttesnek? Hát az alapra nem, mert ez a non-stop ez már működött akkor három éve legalább, amikor én beszálltam. Amikor te beszálltál, ki volt? Hát a zenekar vezető az egy billentyűs volt, az az Ádor István uh-huh. nevű Lev, aki aztán Amerikában kardiológusként nemrég nyugdíjba ment. Uh-huh. Buffalo városában főorvos volt, teljesen más pályát választott. Vagyis hát mivel már akkor végezte az orvosi egyetemet. Ő volt, és még akkor, mikor a lélegzőt játszottuk, akkor a Benkő Robi volt a basszusgitáros, a Vágó Paja volt a gitáros, a szólógitáros, a Köves Pinyó volt a dobos, persze, az állandó, mindig ő volt a dobos, és a Turai Tamás énekelte. Énekelt, aha. Veled együtt persze, nyilvánvalóan. Hát abban én nem énekeltem, az egy szóló énekszám volt, ami... De te hát, is énekeltél a hát voltak non-stop számok, amiket én énekeltem, a Tréfás Kedvű Jack. Azt akartam éppen mondani, a Tréfás Kedvű Jack, az is egy nagy-nagy slágere volt a non-stop együttesnek. Aztán 1974 Huszár Erikával és a Gemini együttessel írtatok valamit. Igen, hát én aztán a non-stopból két év múlva kiszálltam, és akkor... Egyéni zenekart hát csináltam. Igen, csináltam az egyszemélyes zenekart, ami egy stúdiózenekar volt, és csak felvételeket készítettem. És akkor valahogy összebarátkoztam el, és a Várszegi Gábor megkeresett, de nem tudom igazán, hogy miért, valamiért. Tehát ő találta ki a Geminit, ő volt a Hát Gemini ő volt a Gemini alapítója és vezetője. És akkor összebarátkoztunk, és akkor úgy kezdtünk hogy együtt dolgozni. Írtam nekik számokat, ha valamit komponáltam, akkor ők jöttek, és az a
alapot, a zenei alapot feljátszották, rengeteg stúdió munkát végeztünk együtt. Uh-huh. Ezt most mondja is a Bardóczi Gyuszi, hogy tulajdonképpen akkor lett igazán zenész, amikor ezt a stúdió rutint megszerezte. Igen, addig hakanék fellépések, Gemini klubok, egyebek. Hát ez aztán a Gemini egy országszerte ismert, népszerű, híres zenekar volt, állandóan teltházzal játszottak, annélkül, hogy bárhol ők rádióban, tévében, újságokban szerepeltek volna. Ők csak egyszerűen a szájhagyomány útján híre ment, játsz, hogy abban a klubban milyen jó zenekar van. És akkor én mondtam is a Várszeginek, hogy hát jó, csináljunk rádiófelvételeket, új magyar számokat. Azt mondja, minek? Hát tele van a naptárunk egy évre előre. És jól keresünk, de tényleg nagyon jól keresünk. Minden áldott nap volt Gemini klub valahol az országban. Igen. Hihetetlen volt. De Pesten is volt néha két. Hát a gumigyár a legfontosabb. Hát a gumigyár volt az alap. Az volt az alap, a gumigyár. Úgyhogy én ott hallottam őket először. De te nem játszottál a Geminiben. Hát én nem voltam tagja a zenekarnak. Nekem külsős voltál. Igen, egy ilyen közeli külsős voltam. Szóval annyira, hogy aztán később nagyon sokszor még fel is léptem velük. Hát most is fel fogsz lépni majd most is felfogok, hát novemberben. Ezt az ember nem szabadul az ifjúkori bűneitől. De ez nem volt bűn, vagy bűnnek? Nem, hát ez vicces. Ez egy nagyon hasznos, gyümölcsöző kapcsolat volt a Gemini. Honnaptól nem szeretlek, ezt írtátok Huszár Erikával. Igen. No, meg a Geminivel természetesen. Igen. Ennek mekkora sikere volt, én nem emlékszem. Nem tudom most, hogy és hova elhelyezni. Hát ez egy rádiós hangjáték volt. Uh-huh. Kovács Kati főszereplésével. De úgyhogy a prózát is ő mondta, szóval nem csak énekelt, hanem dialógusokban ő, mint rádió hangjáték színész szerepelt, szóval. És az Erika írta az egésznek a történetet, hát nem lett siker. Hát egy hangjátékkal nem lett siker, de aztán kislemezen megjelentek a számok belőle. Uh-huh. És azok sikert jelentettek? Hát, nem, mert egyébként nem mentek a számok máshol, szóval ez egy más hallgatóság, a hangjátékot más hallgattam, mint a csak fiataloknak. Hát igen. A Gemini ugye most november 12-én a MOM-ban fog fellépni, és te is ott leszel a fellépők között. Igen. Tudod már, mit fogsz énekelni? Tudom. Na nem, áruld el, légy szíves. Hát ne viccelj, hát már gyakorolok. Nem mondod, gyakorolsz. De hát nem árulom el, hát azért ezt nem érdekel. Azt nem lehet elárulni? Hát nem tudom, nem szokták előre lelőni. Babonás vagy egyébként? Nem. Nem vagy babonás. Ahogy nem, csak nehogy valaki nagyon várjon valamit, mert nem biztos, hogy az lesz, amit vár, úgyhogy az a legjobb. Értem. Tehát minden esetre ott leszel, ott leszek, mind Geminit, fellépek a színpadra. A színpadra, igen. Ott leszel, igen. Hát sokan leszünk ott a színpadon, azt hiszem, mert de hát a Gemini az egy nagyon sok zenészt felvonultató együttes volt annak idején, és hát sajnos szomorú dolgok is történtek, halálok nincsenek már közöttük. Hát de, a mi korosztályomnak már eljött az ideje, hogy már ne legyünk fogy. Ott. Hát azért én még úgy érzem, hogy még legyünk csak ott. Jó, hát amíg engedi az Úristen, addig boldogan elszórakozom én itt az unokáimmal, szóval az... Hány unokád van? Kettő. Egy fiúcska, meg egy leánka. És rosszak, vagy pedig... Nem. Még ráadásul nem is rosszak? Nagyon jók. Aranyosak? Jó, hát a nagyobbik, a fiúcska, az már komoly tudós ember. Hát ő már csak a interneten komoly tanulmány. A NASA honlapját böngészi állandóan. Az a NASA a gyerekek életében, akik ezzel foglalkoznak, tehát a számítógéppel, a komputerekkel, a NASA egy fontos kiinduló pont az életükben. És nagyon sokat próbálnak eljutni a NASA-ig, és el is jutottak többen. Mondta is, hogy lehet, hogy ott fog majd dolgozni, ha felnőtt lesz. A kislányka viszont állandóan a zongorát pifelé, az imádja a zongorát. Még nem tanul, hát még pici, még 2 éves lesz mindjárt is. De neki hasonló szenvedéllyel játék a zongora, mint nekem volt ilyen pici koromban. Odaültél, és ő is odaül, és akkor ő is odaül, és szép öntjeg össze-vissza, meg csapkodja.
És én zongora művészt játszik, gondolom, minden gyerek. Ja, igen, mindig követeli, hogy egy kottát rakjunk ki. Ha nincs kint kotta, akkor mindig mutatja, hogy innen hiányzik. Ha kotta van, akkor elkezd játszani. Fantasztikusak ezek a gyerekek. Neked azért van egy-két hangszer tudás a birtokodban, a fuvola például, ami hát szintén egy baromi nehéz hangszer. Hát nem is tanultam meg rendesen rajta. Én hegedűs voltam eredetileg. Meg eredetileg hegedűs volt. De a hegedűt nem használtam. Ja, később a 80-as években a bizottság együttesben még muzsikáltam egy ideig, ott hegedültem. De egyébként nekem az alaphangszerem a hegedű volt, úgyhogy én zongorázni csak jóval később kezdtem el rendesen tanulni, fuvalázni, meg már a zeneakadémista koromban beiratkoztam a zene, alsófokú zeneiskolába, és alapról, nulláról kezdtem el fuvalázni, tanulni. De tanultam fagottozni is, két évig csak úgy fakultatíve, szimfonikus ütőhangszereket a konziban végigjártam, és még le is vizsgáztam belőle. Szóval minden hangszerbe belepróbáltam, ennek következtében persze egyiken sem játszom igazán jól, szóval én nem vagyok egy szólista szintű hangszeres zenész. Viszont jól tudom alkalmazni hangszerelésben. Hogyne. Hát a hangszerelés szerintem mindennek az alapja, egy zene, mű, önmagával levetkőztetve csak maga a melódia, az lehet jó is, meg rossz is. Abból még bármit lehet csinálni. Kevésbé jóból is lehet zseniálisat csinálni egy jó hangszereléssel. Így van. És ma meg már kicsit a hangszerelést háttérbe szorítja az, hogy a felvétel technika, hogy hangzás. Ma már azt nézik, hogy hogy szól. Igen. Mennyire tölti ki a szobát. És ez nem igazán a hangszer szólamok kitalálásán múlik, hanem ez már inkább technikai kérdés. De hát tulajdonképpen a klasszikus hangszerekre, tehát akusztikus hangszerekre készített hangszerelés, az tulajdonképpen hangszín keverés. Igen. Ez nagyon fontos dolog egyébként. Én emlékszem, egyszer valamiért elmentem a Bágyához, a Bágya Andrishoz, remek zeneszerző, nagyon jó hangszerelő volt. Hát a legnagyobb. Legnagyobb a közé tartozott. És megyek fel hozzá, és ahogy lépek föl a lépcsőn, egyre hangosabban szól egy Earth, Wind & Fire-dal. Na mondom, szegény bágya itt fog meghűlni ebben a házban. Belépek, és tőle szól. Ő hallgatta. Azt mondja, hogy zseniálisak ezek. Igen. Ő is mindent meghallgatott, és hát nyilván mindent alkalmazott, amit lehetett. Te, neked voltak-e olyan példaképeid idézőjelben a külföldiek közül, kiknek az ötleteit vagy annak egy részét próbáltad áttenni a te dalaidhoz? Hát engem tulajdonképpen a Beatles érdekelt igazán. Aha. Aztán utána hosszú szünet, mert szóval a Beatlesnek volt egy olyan törekvése, hogy kezdte a legegyszerűbb rock and rolltól, és aztán eljutott az egészen fantasztikus... Sgt. Pepper-ség és a többi. Hát a Sgt. Pepper, de aztán később már ilyen elektronikus zenéket, igen, meg kortárs zenéket kezdtek irányítani. Fejlődtek a technikában. Fejlődtek, igen. Meg egyáltalán zeneileg, és aztán nyilván unták már a rock and rollt. Hát hogyne? Állandóan azt ismételgetni. Miközben a legjobb rock and rollokat ők játszották, igen. Silávzsió, hát igen, gondoltál volna, hogy van. Szóval nekem a Beatles volt. Hát meg volt még, akiket nagyon tudtam rajongani, utána a Crosby, Stills, Nash & Youngot. Ó, igen, hát persze. Igazi vokálpatrióták voltak. Igen, szóval úgy, hogy négy különböző helyről jöttek, és olyan gyönyörűen tudtak együtt énekelni. Zseniálisak voltak, valóban így van. Azt kevesen tudják a nézők közül is, hogy annak idején a Poptarisznyának jó néhány effektjét Viktor Máté készítette. Igen. Nem is egyet, nem is kettőt, hanem egy egész sorozatot csináltál belőle, amit a mai napig én használok. Igen? Na. Hogyne, na, persze. Szerint. Retro rádióban a mai napig megszólalnak régi jinglek, és köztük olyanok is, amiket te írtál. Úgyhogy utólag is nagyon köszönöm. Ez a halhatatlanság, az örök élet titka. De egy ilyen effektet megírni, ami tényleg nem több, néhány másodpercnél, az mekkora felkészülést jelent? Szóval, hogy fogtál te ehhez hozzá? Szóval, mi volt, ami motivált téged abban, hogy megszülessen, ami megszületett? Hát nyilván végig kell gondolni, hogy mit hirdetek ezzel, mit akarok ezzel bejelenteni, ezzel a kis négy taktussal. Meg azért ki kell találni, hogy hol van
instrumentális zene hol szólal meg a szöveges rész? Van-e közben valami prózai bemondó, például a szignál zenéknél? Én falra tudok mászni attól, hogy mostanában a magyar televízióban, meg a rádióban valami olyan hihetetlen dilettáns szignál zenék szólnak, amik nem veszik figyelembe, hogy itt majd be fogják mondani, hogy híreket mondunk. Hanem elindul egy zene, és akkor befejeződik. Aztán valahol valaki úgy mondja, de a zene nem csinál neki helyet, hogy van valami hullám, leülök, bemondom, hogy híreket mondunk, és jön egy másik hullám a zenében. Mert a zene azt tud pulzálni, tud lélegezni. Egyszerűen ez nincs figyelembe véve, ez nem törődött, aki készítette. Szóval azért vannak itt ilyen szakmai trükkök is, hogy ott kell a zenében szünetet csinálni, ahol mondjuk szöveges információt el akarok helyezni. Ez nagyon-nagyon fontos, és a legfontosabb dolgot te mondtad, hogy a zene hullámzik. Hát ha akarom. Ha akarom, persze, hogyha egyfolytában megy, annak igazából azt le kell halkítani akkor, hogyha bemondásra. Igen, de a szignálzenének nem jó. A szignálzenének az nem jó, így van. Egyáltalán a hosszú szavak. Egyébként hál' Istennek leszoktak róla, de még az is engem tudott bosszantani ilyen rádiókban, hogy a hírek alatt szól valami dobolós zene. Igen, halkan. És a hírek azok nem mindig viselik el. Hát mert tudomásul kell venni, a zene is egy információ. Persze. Tehát információt információval elfedek, akkor annak mi értelme van? Akkor döntsem el, hogy ez az információ fontos, vagy az. De zavaró is, főleg az ilyen dobolós, pulzálós, de ez a szövegérthetőséget. Főleg, hogyha olyan híreket mondsz, ami szomorú, ja, hát ami aztán, hogy esetleg, ez háborúról szól, ez teljesen független a tartalmától, igen. Igen. Borzasztó. De ez szövegérthetőséget is zavarja. Na szóval köszönöm, akkor te még engem őrzöl itt. Hát hogy a csodában? A hagyományban, hogy jó? Hogy a csodában? Na, lényeg a dologban az, hogy aktív vagy, a mai napig dolgozol, a mai napig is mindenfélét, amire felkérnek, megcsinálod. 85-ben például összejött újra a Non-Stop, és egy nagyon jó album is készült belőle. Van Non-Stop-pal tervek még valami évforduló kapcsán? A 85-ben nem jött össze a Non-Stop, ami akkor megjelent, az ez a régi. Ez jelent meg, régi dalok a régi felvételek. Igen, erre gondoltam, rosszul fejeztem. Az mondjuk egy ilyen retrospektív válogatás igen, volt. Igen. Mert ugye a Non-Stopnak, amikor igazán működött, nem jelent meg, vagy néha egy-két kis lemez megjelent, de nem volt ő a lemezpiacon. Uh-huh. És egy csomó olyan szám volt, ami nem jelent meg lemezen igen, soha, igen, csak igen. Rádióba ment. És ki volt akkor a márka szerkesztője? Na mindegy, szóval valaki a hanglemeznél kitalálta, hogy ezt így 15 év múltán egy válogatásra ki ha kell most adni. Össze akarnál hozni te adott esetben egy Non-Stopot, ki az, aki lenne, ki az, aki nem lenne? Szóval százalékban, hány százaléka van itthon Magyarországon és él az akkori zenészeknek, akikből esetleg annyira sokan csinálják ez divat? Hát volt ezelőtt néhány évvel. Ilyen a Gemini például. Igen. Volt ezelőtt néhány évvel egyébként, hogy összeállt a Non-Stop. Amikor a Pinyó 60 éves uh-huh. lett, és akkor volt egy nagy koncertje a még létező Petőfi csarnokban, igen. És arra összeállt a Non-Stop, úgyhogy mindenki ott volt, kivéve az Amerikába sodródott kardiológus főorvosunkat, aki igen. A billentyűs volt, ő erre nem... Ma össze lehetne hozni még ezt a formációt? Hát most már nem. Most Pinyó már van. Pinyó van, sőt, működik. Működik is. Működik a Benkő Robi is, van a basszusgitáros, csak ő most már jazzbögös lett azóta, és ilyen alternatív zenekarokban játszik, de... Elő tudja venni a basszusgitárt. Működik. Gondolkozzál el ezen szerintem, mert azért érdemes lenne ezeket a dalokat, amelyek ezen a lemezen megjelentek, azokat egyszer eljátszani még színpadon. És egész biztos, hogy nagyon sokan jönnek, és sokan szerették. Hát nagy szervezéssel jár ez, úgyhogy... Nem munka? Én nem mondom, hogy nem munka. Hát, igen, csak nekem nincs érzékem az ilyen szervezésekhez. Hát ha valakinek van, úgyhogy most mondjuk, hogy a Non-Stop szívesen, hogyha valaki hozzáfog. Megszervezik. Matyi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy a kedves kívánok meghívást köszönöm, és a jó kívánságaidat is köszönöm, és a
Ha ráérsz, gyere el november 12-én a MOM-ba. Hát hogy nem, én vagyok a műsorvezető, úgyhogy ott a helyem az első pillanattól kezdve. Önöknek, kedves nézők, pedig köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra.